Magyarország agresszív, összehangolt, a valóságot sok esetben teljes mértékben figyelmen kívülő hagyó háború párti hisztériával került szembe a béke missziója miatt az Európai Uniós Külügyi Tanács ülésén, jelentette ki Szijjártó Péter hétfőn Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter azt is hozzátette, hogy az EU-Ukrajna stratégiája az elmúlt 2,5 évben csúfosan megbukott. Elemzéssel indítjuk tehát a ma reggel. Tari Judit Titanilla folytatja vendégével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz Ferenc, üdvözlöm a kedves nézőket, és mai első vendégünk a stúdióban Dornfeld László, az Alapjókért Központ vezető elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egészen különös, hogy is mondjam, csak vita bontakozott ki Brüsszelben. Ugye azzal kezdődött, hogy Josep Borrell külügyi főképviselő bejelentette, hogy nem Budapestre, hanem Brüsszelbe hívja össze a hagyományos külügyi tanácsülést. Ugye Budapest a Magyarország most az Európai Unió soros elnöke, de Borrell arra hivatkozott, hogy az elmúlt időszak nézeteltérései miatt mindenkivel beszélt, és végül azt a döntést hozta, hogy Brüsszelben legyen ez a külügyi tanácsülés majd augusztusban. Eddig a történet első fele. Miért dönthetett így Josep Borrell? Egyértelmű volt, hogy a brüsszeli elit nem tud mit kezdeni a magyar békemisszióval. Nem igazán tudtak erre érdemben reagálni, és megmaradtak a szokásos támadásoknál. És hát valamit lépnie kellett Brüsszelnek, hogy megőrizze a tekintélyét a liberális, globális elit előtt. És így ez a lépés született, hogy Magyarországot ezáltal büntessék, hogy elveszik tőle ezt a tanácsülés rendezésének a jogát, amit egyébként ebben a fél évben Magyarország megkapott, és ez jellemzően mindig az adott elnökséget betöltő országnak a fővárosában szokott megtörténni. Tehát ez egy büntetés, és abból is egy meglehetősen gyerekes büntetés egyébként. Ezt Szijjártó Péter is mondta, és egyébként más vezetők is mondták azt, hogy elképesztően gyerekes az, amit Brüsszel most csinál, és hát megpróbál valamilyen módon megbüntetni minket, mint egy gyereket, aki rossz fát tett a tűzre gyakorlatilag. És ráadásul ugye utána ez a történet tovább bontakozott, mert hogy kiderült, ugye Borrell arra hivatkozott, hogy ő 25 ország képviselőjével beszélt, aztán kiderült, hogy tulajdonképpen 13 ország kifejezetten amellett érvelt, hogy Magyarországon legyen az ülés, és mindössze 5 ország mondta azt, hogy ne Budapesten legyen, a többiek azt mondták, hogy nekik tökéletesen mindegy, nekik bármelyik megfelel. A luxemburgi külügyminiszter pedig azt mondta, hogy egyenesen ostobaság ez az ötlet, hogy Brüsszelben legyen egy ülés, és aztán akkor, hogyha Budapest is meghirdetnek egyet, akkor egy ilyen káosz fog kialakulni. Picit úgy tűnik, mintha Josep Borrell feldített volna a valóságom. Nem ez lenne az első eset, hogy valaki Brüsszelben ezt teszi. Ez egy magánakció volt? Nem gondolom, hogy magánakció volt. Egyértelmű, hogy az a föderalista kör, amely Brüsszelt uralja, megpróbált valamilyen módon ismét kezdeményezéshez jutni, ha már érdemben nem tudtak reagálni a magyar elnökségnek, illetve a magyar kormánynak arra a lépésére, hogy ezt a békemissziót útjára indította. És hát jobb hiány ezt találták ki, ennyire futotta, ugye nem meglepő, hát ha megnézzük a brüsszeli elit teljesítményét, akkor azt látjuk, hogy tényleg ezen a szinten mozognak, eddig jut el a ő képességnek a határa, és hát ugye pénzügyi zsarolás már volt, azt nem tudnak, elnökséget nem vehetik el, mert ezt még jobban ellenzik a tagállamok, és akkor marad egy ilyen pitiáner lépés, hogy hát akkor most máshol rendezzük meg ezt az ülést, mert most ezzel büntetünk titeket. Tényleg az ember azt gondolná, hogy komoly emberek ülnek ott, és azért talán többet is ki tudnak találni, ha már mindenképp műtetni szeretnének, de hát úgy látszik, hogy még ehhez sem érnek fel a képességeik. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban ugye ezt kommentálta úgy, hogy egy ilyen háborúpárti hisztériával szembesült Magyarország Brüsszelben. Lehet ennek folytatása ennek a történetnek? Ugye végül is nem tudjuk, hogy ezek után hol lesz ez a bizonyos külügyi tanácsülés. Igen, hát az is világosan látszik, hogy ezek az emberek nem is érdekeltek abban, hogy az Európai Unió normálisan működjön, hogyha az nem az ő elveik szerint történik, és nem az ő elképzeléseik szerint. Nyilván ez a külügyi ülés ez azért fontos lenne, mert sok minden zajlik a világban, amiről érdemes lenne értekezni Európai Uniós szinten, és amiről muszáj is lenne egyébként. De hát ilyen húzásokkal inkább e fél évre az unió működését teljes egészében megállítják és lehetetlenné teszik, ahelyett, hogy együttműködnének a magyar elnökséggel. Ugye mindemellett egyébként egy kicsit szaftos, hogy maga Borrell hivatkozott a lojális együttműködés elvére, aztán ha megnézzük, hogy Brüsszel hogyan viszonyult Magyarországhoz
legkésőbb Ursula von der Leyen bizottsági elnöksége óta, akkor nem a lojális együttműködés az első szó, ami eszünkbe jut. Önkényesen visszatartják a nekünk járó pénzeket például. Magyarországot folyamatosan politikai támadásnak, boszorkányüldözésnek vetik alá, és minden lehetséges eszközzel igyekeznek Magyarországot büntetni, és a magyar kormányt valamilyen módon megbuktatni külső eszközökkel, ez a harmadik. Tehát látjuk, hogy abszolút nem úgy viselkedik Brüsszel, hogy ezért cserébe elvárhatná a magyar kormánytól a feltétlen lojalitást. És hát miért is lennénk feltétlenül lojálisak? Hát ugye elvileg nem a Szovjetunió, az Európai Unió. Nem, lehet más véleményen lenni, lehet más külpolitikát képviselni. Hogy Robert Fico megfogalmazta lassan, akkor már ott fogunk tartani, hogy minden egyes külföldi úthoz kell a brüsszeli pecsét, amit a sóhivatalba rányomnak, hogy akkor el lehet utazni. Ez teljesen nonsens ez a felfogás. Szijjártó Péter arról is beszélt itt a külügyi tanács ülése kapcsán, ugye hétfőn, hogy egyrészt az EU-Ukrajna stratégiája megbukott, másrészt pedig, hogy önálló európai béke stratégiára lenne szükség. Jelen helyzetben mi lenne a jelentősége, ha mondjuk Európa is előállna valamiféle elképzelése vagy béketervvel? Európa hozzáállásán most az múlik, hogy Európa ott lesz egyáltalán a tárgyalóasztalnál, amikor elkövetkezik a békekötés, mert ne legyenek illúzióink, előbb-utóbb békét kell kötni, ha csak nem gondolják ténylegesen úgy a nyugati államok, hogy a harmadik világháború elfogadható alternatívája a békekötésnek, és azért bízok benne, hogy ezen a ponton még nem tartunk minden egyes karcsörtetés ellenére sem. Tehát előbb-utóbb békekötés lesz, és a nagy kérdés az, hogy az Európai Uniótól fog-e egyáltalán bárki ülni az asztalnál, vagy pedig nem, vagy pedig mondjuk ezt az egyetlen egy embert Orbán Viktornak fogják-e hívni, aki ténylegesen is ebben a békemisszióban részt vesz, mert az EU külpolitikai komolyan vehetősége jövője múlik azon, hogy az Európai Unió is képes-e valami elfogadható béketervet letenni az asztalra, ha már ugye mondjuk a kínai béketerv nem jó, mint az kiderült. Ide kívánkozik még egy hír, a Német Gazdasági Tárca megrendelt egy elemzést, amelynek tárgya az orosz szankciók, az Oroszország elleni szankciók hatása volt, és egy német közgazdász úgy fogalmazott, hogy alapvető közgazdasági összefüggéseken nincs tisztában, aki elhatározta ezeket a megtorló intézkedéseket, és magának az elemzésnek is az volt a következtetése, hogy befutcsoltak ezek az intézkedések. Mit jelent ez a gyakorlatban, illetve mit jelent a jövőre nézve? Igen, ennek az egész szankciós politikának úgy vágott neki az Európai Unió, hogy nem volt elképzelés arról, hogy mit érnénk el ezzel, és milyen úton jutnánk el oda. Tehát 2014 óta, a Krím elcsatolása óta lett volna több éve az Európai Uniónak arra, hogy hatástanulmányokat készítsen, hogy terveket állítsad elő, hogyha tényleg ez lett volna a komoly politikai szándék. Egyszerűen mindenféle előkészület nélkül rohantak fejjel a falnak, és hát várták, hogy majd esetleg történik valami. A magyar kormány kezdettől fogva azt mondta, hogy ez egy hibás elképzelés, egy téves út, és ez be is igazolódott, hiszen azt látjuk, hogy az orosz gazdaságot nem érintette meg komolyan a szankcióknak a hatása, de Európát ehhez képest nagyon komolyan visszavetette a versenyképességben, és hát ezt most már egyre többen támasztják alá, hiszen ezek a tények, ez a valóság, bármennyire is nem kedveli ezt mondjuk a liberális elit, meg a liberális média, és nyilván itt is Európa hosszú távú jövője lesz a tét, és az, hogy Európa milyen úton indul tovább, mert ha a versenyképesség tartósan lecsökken, és Európa visszaesik a világgazdaságban még jobban, akkor a mostani életszínvonal nem lesz nagyon fenntartható Európában, és akkor újra kell gondolni az egész európai politika koncepcióját, és az európai gazdaság koncepcióját, amire sajnos úgy gondolom, hogy nem felkészült, és nem eléggé jó képességekkel rendelkezik a brüsszeli vezetés, hogy ezt megtegye, tehát ez Európa lecsúszásához fog vezetni, hogyha nem ismerik fel azt, hogy itt változásokra van szükség. Dorfád Lászlónak köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm.